Kedves uram, nem kell bocsánatot kérnie. Szólalt meg olyan éles, nyekergő hangon, hogy még az arra járók is felfigyeltek rá. Ma semmi nem szegheti meg kedvemet, hisz végre megszabadultunk tudja kitől. Örömünknek ez a nap még maguknak, Mugliknak is. Azzal a kis ember boldogan átölelte Dörzli úr derekát, majd odébb állt. Az igazgatónak a földbe gyökerezett a lába. Megölelt egy vadidegen ember? Mi több? Az illető még valamiféle Muglinak is nevezte őt. Ez már több volt a soknál. Dörzli úr a kocsijához sietett, beült, és pánikszerűen elindult hazafelé. Őszintén remélte, hogy csak képzelődött. Miközben ez a vágya is meglepte, mivel a képzelődés minden formáját határozottan elítélte. Mikor rákanyarodott a négyes szám előtti felhajtóra, az első dolog, ami szemet szúrt neki, és ettől cseppet sem lett vidámabb, a reggel látott nőzsdíj macska volt. Az állat most a kertet szegélyező falon üldögélt. Kétség kívül azonos volt a sarki macskával. Könnyen fel lehetett ismerni a szemei körül sötétlő kerek foltokra. Sssz! Ripakodott rá Dörzli úr. A macska nem szaladt el, sőt, szigorú pillantás vetett a ház odára. Dörzliben felöltött a kérdés, hogy vajon normális viselkedése-e ez egy macskától. De némi töprengés után elvetette a problémát és belépett a házba. Még mindig eltökélt szándéka volt, hogy feleségének egy szó sem szól a történetekről. Dörzli nénak kellemes, átlagos napja volt. Vacsora közben mesélt urának a szomszédasszony haszontalan gyerekéről, és elújságolta, hogy a kis Dödli megint tanult egy új szót. Most akarom. Dörzli úr engedelmesen végighallgatta, igyekezett tökéletesen nyugodnak látszani. Miután lefektették Dudleyt, átment a nappaliba, és bekapcsolta a tévét. Még éppen elcsípte a híradó utolsó perceit. Végezetül egy belföldi hír. A madárfigyelők jelentései szerint a hazai baglyok ma igen szokatlanul viselkedtek. A bagoly köztudomásulag éjszakai madár, nappal csak ritkán mutatkozik. Ennek ellenére ma hajnal óta több száz nyugtalanul repkedő példán figyeltek meg országszerte. A szakértők egyelőre nem találtak magyarázatot a baglyok alvási szokásának egy hirtelen megváltozására. A hírolvasó elvigyorodott. Ezen a rejtély, igaz-e? És most lássuk, milyen időt ígér nekünk Jim McGuffin. Éjszaka is számíthatunk bagoly átvonulással, Jim? Nos, Ted, mosolygott a meteorológus. Ezt sajnos nem tudom megjósolni, de annyi bizonyos, hogy nem csak a baglyok viselkedtek ma furcsán. Az ország legkülönbözőbb részéről, így Kentből, Yorkshireből és Dundeeből is kaptam telefonhívásokat, melyekben a néző arról számolta be, hogy az előrejelzett eső helyett hulló csillagok záporoztak az égben.